A nyíregyházi reptéren lobog a szélben a szélzsák, egymás után szállnak le és fel a Piper típusú repülőgépek, csak ez a szúnyogírtásra felszerelt helikopter várakozik még az egyik hangár előtt. A Nyír VV május 4-ére csütörtök kora reggelre tervezte a szúnyoglárva írtást. Ez egy Vectobac nevű lárva írtó, szerírtó. Ez egy baktériumot szórunk ki a természetes vízbe, ami más élő lényeket nem bántja, hanem egy úgynevezett betegséget, egy bakteriális betegséget okoz a szúnyoglárváknak, és nem tudnak kifejlődni, azaz kirepülni a kelőhelyükről. A helikopter által permetezett baktérium tehát a szakember szerint nem károsítja a környezetet, és sem emberre, sem melegvérűekre nem jelent veszélyt. Horváth Péter azt mondta, a helikoptereknél jelenleg nincs hatékonyabb jármű erre a célra. Több mint 30 éve csináljuk már ezt a feladatot, egy-két év kivételével. Nagyon meghatározza, hogy helyben legyünk, és mi most is ebbe a szélbe kijövünk, várjuk a jó időt, optimális, legoptimálisabb időszakot elcsípjük. Bizonyos vízfoltokat, területeket, víztározókat, kisebb tavakat meg tudunk permetezni helikopterrel, erre a legalkalmasabb eszköz, és földi géppel pedig azokat a területeken végezzük a gyérítést, szúnyoglárva gyérítést, írtást, ahol pedig jól megközelíthető. A jó megközelíthetőség mellett legalább ennyire fontos az időzítés, hangsúlyozta Horváth Péter, majd hozzátette, a Nyír VV Nyíregyháza város területén 280 hektáron tervezte légi, 33 hektáron pedig földi úton a szúnyoglárva írtást. Azonban az erős szél miatt egy nappal elhalasztották a felszállást. Sikeresen reméljük, holnap meg tudjuk csinálni időjárás előjelzés, azt mutatja, hogy nem lesz ilyen erős szél, mint ma. De hangsúlyozom, hogy mindig fontos az jó időszakban elvégezni a szúnyoglárva gyérítést. Ez holnap valószínűleg meg fog történni, időjárás előjelzés szerint nem lesz ilyen erős szél, el tudjuk végezni. És az alapszabály, hogy ez 2 hét múlva, 14 napon meg kell ismételni. A szúnyoglárva gyérítést Nyíregyháza olyan kiemelt területein fogják elvégezni, mint a sóstói és bújtosi tavak környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, az Igrice csatorna és a város más mélyen fekvő területei. A szakember úgy véli, amennyiben indokolt lesz, legközelebb 6-8 hét múlva várható hasonló gyérítési akció, ekkor már a szúnyog imágó írtására kerülhet sor.